Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök a Harvita stúdióban készülő aktuális című műsort látják. A mai adásban a Kájoni János megyei könyvtárt fogjuk bemutatni. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Ebben a témában fogunk beszélgetni Kopacz Katalin Máriával, aki a megyei könyvtár igazgatónője. Köszöntöm a stúdióban, és Török Edit gyerekkönyvtárossal. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az a célunk, hogy egy kicsit bemutassuk, hogy mivel foglalkozik, mit csinál a könyvtár, kikhez próbál szólni, kiket érint, meg kiket talál el, és ezt milyen módszerrel teszi. Mire fekteti a legnagyobb hangsúlyt a Kájoni János megyei könyvtár? Azzal kezdeném, hogy a napokban olvastam, hogy a megyei tanács elfogadta a megye kulturális stratégiáját. És ebben egyik fontos pont, hát, vagy célkitűzés, idézem, a térségi, kistályi és lokális identitások megerősítésében és megjelenítésében vállalt szerep növelése, illetve a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való lakossági hozzáférés biztosítása. Nos, azt szeretném elmondani, hogy valójában a Kájoni János megyei könyvtár ezeket a célkitűzéseket már messze menően megvalósította és megvalósítja. Ebben különösen nagy szerepe van a könyvtár új székhelyének. Az a tapasztalatunk, hogy rendkívüli módon megnövekedett az intézmény népszerűsége. A modern, korszerűen felszerelt épület egy igen vonzó hely a helyi közösség számára, és nem csak a helyi közösség, de a megye lakossága számára is. És tényleg azt tapasztaljuk, hogy nagy a kereslet a könyvtári szolgáltatások iránt. Csak egy statisztikai adatot mondanék, 2013-ban naponta átlagosan 260 személy tér be a könyvtárba. Ez az előző évekhez képest 75%-os növekedést jelent. Azt gondolom, hogy ez igen szép eredmény. Tehát, és most csak azokat a személyeket említettem, akik effektíven betérnek a könyvtárba. De ezen kívül a könyvtár virtuális felhasználói is szép számban vannak. A könyvtár újonnan elkészült honlapját, online katalógusát is igen gyakran veszik igénybe a felhasználók. Egy szó mint száz, azt mondhatom, hogy a könyvtár valóban egy minőségi szolgáltatásokat nyújtó, korszerű intézmény, és egyre keresettebb hely. Úgy látjuk, hogy a lakosság nagyon-nagyon szívesen látogat bennünket. Ezt azért úgy elmondom, hogy a rendezvényeink is nagy mértékben, a különféle programjaink is hozzájárulnak ehhez. Nagyon fontos, hogy a könyvtár az egyetlen olyan kulturális intézmény, amely szolgáltatásai nagy részét ingyenesen biztosítja. Tehát nálunk még az olyan rangos rendezvények is, ahol ilyen előadók szerepelnek, mint mondjuk a Sebő Együttes, vagy a Bogyó és Babóca könyvek szerzője, a Bartos Erika, vagy Varró Dániel költő, tehát itt is teljesen ingyenes a belépés. És gondolom, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy bárki betérhessen a könyvtárba, és bárki részt vehessen a különféle programjainkon. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy ez meglepő, amiket ön mond, mert mindenki arra panaszkodik, hogy manapság nem olvas senki, nem, főleg a fiatalok nem vesznek kezükbe könyveket. Úgy tűnik, hogy ez itt teljesen másképp van. És amint az igazgatónő már egyik okát elárult, hogy az új környezet, az új könyvtárépületnek a programok. A gyermekkönyvtár hogy vesz részt ezekben a programokban? Mi az, amit tesznek azért, hogy először bemenjen egy gyermek a könyvtárba? Hát mi mindenféle programokat találtunk ki a gyermekek korának, meg tehát a gyermekekhez igazítva, tehát korosztályonként, meg iskolai végzettség szerint. De én azt mondhatom, hogy
tulajdonképpen nem is a programok vonzották a gyerekeket be a könyvtárba, hanem jöttek. Tehát jöttek az anyukák a gyerekekkel, és akkor újra visszatértek. Az egyik célcsoportunk az iskolák, és a pedagógusokkal közösen szervezett programokban újra és újra visszatérnek az osztályok és különböző iskolák. Tehát egy négy osztályos tanítónénik, 5-8 osztályosok és 9-12-esek. És az is igaz, hogy akkor, ha már jól telt a könyvtárba egy foglalkozás, az élmény volt számukra, akkor újra visszajönnek. Nagyon sokféle foglalkozásunk van, mivel könyvtárosok sokoldalúak, tehát van bábcsapatunk, akik báboznak a kicsiknek, napköziseknek, kisiskolásoknak, akkor kézműveskednek a kolléganők, tehát szalvéta technikától elkezdve arcfestés, quilling technika, meg mindenféle más kézműves foglalkozásokat is tartunk, szintén 5-8 osztályosoknak, vagy igény van az 1-4 osztályosok részéről is erre, és könyvtárismereti, ilyen játékos könyvtárismereti vetélkedőket, meg foglalkozásokat is szervezünk. Azért, hogy jobban megismerik az állományt, jobban tudjanak tájékozódni, hogyha bejönnek. Mivel az ő világok, a játék, a mese, olyan foglalkozásaink is vannak, hogy ők, tehát együtt alkotunk egy mesét, vagy együtt fűzünk össze egy mesét, meseláncként, mindenki elmond egy mondatot, és a végén kikerekedik egy mese, amit lerajzolunk, énekelünk melléje, olyan kolléganőnk is van, aki gitározik, tehát akkor gitárkísérettel egy-két témához illő dallal tudjuk fűszerezni ezeket a foglalkozásokat. Akkor elmondhatjuk azt, hogy itt nagyon fontos, hogy jó legyen az együttműködés a város pedagógusaival, és hogy igen. Jó is az együttműködés? Igen, igen. Szerintem ez kölcsönös. Tehát ők is igénylik a mi szolgáltatásainkat, ezeket a programokat, meg mi is megkeressük őket. És akkor egyeztetünk. Több olyan programunk is volt, hogy rendhagyó órát tartottak, magyar órát, például Kányádinak a kenyérmadara, az egy nagyszerű rendhagyó óra volt, ott töltötték ki a tesztjeiket a játszósarokban, van egy ilyen helyünk, és élmény volt a gyerekek számára, hogy nem a megszokott közegben, az iskolapadokban ülnek, hanem könyvek között, használhattak kézikönyveket, használhatták a Kányádi kötetet, és így nekik ez szerintem sokkal inkább megmaradt, mint hogyha az osztály négy falak között lett volna ez az óra megtartva. Vagy volt olyan rendhagyó román óránk, hogy behozta a román tanárnő a gyerekeket, azt mondta, hogy nézzenek szét a könyvtárba, tájékozódjanak, vegyék le a könyveket, nézzék meg, hogy mi hol van, és írjanak egy fogalmazást románul a könyvtárról. Tehát az óra egyik része úgy zajlott, hogy tájékozódtak a gyerekek, másik része pedig úgy, hogy írták a fogalmazást. Bocsánat, de beleszólnék, én azért fontosnak tartanám elmondani, hogy mint érdekességet, hogy a könyvtárban nagyon megnőtt a 3 év alatti korosztálynak a beiratkozási aránya. Tehát nagyon sok egész pici gyermeket iratnak be a könyvtárba, és még egy másik érdekesség, hogy az olvasók, a fiatalok főleg, gyakran leülnek a babzsákjainkba, és beszélgetnek a könyvtárban, vagy ott órák hosszat olvasgatnak. Ez eddig nem volt jellemző az intézményünkre. Ezt még csak hogy hozzá akartam fűzni. Nem is volt helyünk hozzá. Hát igen, tehát amikor igen. A városházánál voltunk, akkor a folyosóra tudtunk kitenni egy-két olvasóasztalt a gyerekkönyvtárban, mert annyira kevés volt a hely. Amikor az új kultúrházban voltunk, hát ott is, vagy a gyerekkönyvtár a Mikóvárban, akkor ott is azért szűk volt a hely. Most van egy sarok játszani, van egy másik sarok olvasni, és még egy új igény, a szülők behozzák a gyerekeket tanulni, vagy a gyerekek maguktól jönnek be,
mert vége van az iskolának, van még egy-két óra edzésig, és akkor nem mennek haza, hanem elvégzik bizonyos feladataikat, vannak, találnak kézikönyveket, adunk szótárakat, amire szükségük van, és együtt azért látom, hogy olyan jó hangulat van, és szintén élmény nekik a házi feladati írás. Hát a gyermekrendezvényekkel kapcsolatban ilyen nagyobb sikerű, meg nagyobb közönséget vonzó rendezvényeink, amint említett az igazgatónő, a Bogyó és Babóca szerzőjének, Bartos Erikának a könyvbemutatója, meg ilyen játékos foglalkozással egybekötött rendezvény volt ez, ami 450-en vettek részt, tehát sehogy se fértünk az előadóterembe. A közönség egy része a gyerekkönyvtárban nézegette a könyveket, meg hallgatta az előadást, mert hát áthallásos a hely. És a végén az is egy meglepi volt, hogy muffinokkal kínáltuk a fiatal résztvevőket, ilyen 5 év alatti korosztály meg, de szép számban voltak nagyobbacska gyermekek is. A másik pedig a Varró Dániel, akit meg akarok említeni. Hát ugye Varró Dániel nem csak gyermekíró, megköltő, de ezúttal nagyon sok osztály vett részt, tehát főleg gyermekek jöttek el, meg szülők, pedagógusok, osztályok, tehát az egész író-olvasó találkozó ilyen gyermekíró-olvasó találkozóvá vált, mert gyermekek vettek részt rajta, itt is vagy 260-an voltak. Köszönöm szépen, igazgatónőt megkérem, hogy maradjon, mert egy új oldalával is meg fogunk ismerkedni a könyvtárnak. Folytatjuk a Kályoni János megyei könyvtár bemutatását. Időközben egy új taggal egészültünk ki, Kelemen Katalin osztályvezetőt köszöntöm a stúdióban. Olvasnak-e manapság az emberek, a fiatalok, az idősebbek, a felnőttek? És ha igen, mit? Olvasnak. És nagy öröm számunkra, amint már említettem, hogy igen, megugrott az olvasóink száma, tehát nagy öröm számunkra az, hogy még mindig elsősorban olvasni valóért jönnek be a könyvtárba. Persze sokan használják az internetes termünket is, részt vesznek rendezvényeinken, de elsősorban olvasmányokért keresnek fel bennünket. Általában azt tapasztaltuk, hogy a fiatal korosztály leginkább a kortárs irodalmat kedveli. Tehát a népszerű szerzőink között említhetném például Ludmila Ulickáját, vagy Szabó Magdát, Paulo Coelhót, Nicolo Amanitit, Gavalda Annát, tehát ezek a legnépszerűbb szerzők. De érdekes azt is megfigyelni, hogy például a 14-20 év közötti korosztály szívesen olvas pszichológiát. Csíkszentmihályi könyvei nagyon keresettek. A 20-35 év közötti korosztály az inkább a szakirodalmat keresi. A középkorosztály leginkább szórakoztató irodalmat olvas. Az 55 év fölöttiek pedig a történelmi regényeket, a vallásos témájú könyveket keresik, illetve hát a kedvenc szerzőik között szerepel Szilvási Lajos, Berkesi András vagy Vas Albert. Tehát ezek így általában a tapasztalataink. Jellemző azért, hogy leginkább szép irodalmat keresnek a könyvtárunkban. És ki is tudják szolgálni ezzel? Ki tudjuk szolgálni. Vannak esetek, amikor sorban állnak bizonyos könyvekért, tehát előjegyeztetnek könyveket, de örömünkre szolgál az, hogy a megyei tanács igen nagy lelkűen támogat bennünket az utóbbi években, tehát legalábbis könyveszerzésre igen szép összegeket kaptunk, és ezáltal állományunkat komolyan gyarapíthattuk. És természetesen az olvasói igényeket is figyelembe vesszük a könyvbeszerzésnél. Itt még be kell szúrjak egy mondatot, eszembe jutott, hogy változott-e mondjuk 20 évvel ezelőttihez képest az olvasók igénye? Vagy mást keresnek-e, vagy nagyon mást keresnek-e?
Változni folyamatosan változik, mert mindig vannak felkapott népszerű szerzők. Most például van ez a Trónok harca című sorozat, könyvsorozat, és ugye a film változata is megjelent. Tehát vannak ilyen szerzők, akikre úgy ráharapnak az olvasók, aztán egy idő után ez kevésbé keresett. Egy időben például a Gyűrűk ura volt a nagyon menő könyv. Gondolom, a könyvtárban. A Harry Potter. Tehát vannak ilyen, és ez úgy változik időnként. De azért úgy megvan ez, hogy a kortárs irodalmat azt olvassák, vagy az idősebb generáció az a klasszikusokat, ugye ez stabil. Nyilván egy könyvtárnak nem csak az a dolga, hogy szórakoztatást biztosítson az olvasó közösségnek, hanem hogy önismeret, önazonosság, helyismeret. Ebben milyen szerepet tud felvállalni egy könyvtár? Valóban a könyvtár ezen a területen is fontos szerepet tud vállalni. A maga sajátos könyvtári eszközeivel, könyvtári tevékenysége révén, hiszen megyei könyvtárként elsősorban az itt élő közösségeket, az itt élő közösségek igényeit szolgáljuk ki, a regionális, kulturális identitásunk erősítése területén valóban szerepet tudunk vállalni, és vállaljuk is ezt folyamatosan. Az egyik sajátos könyvtári tevékenység, sajátos, de fontos könyvtári terület a helyismeret, helyismereti könyvtári munka, amely ezen a területen a regionális helyi identitás erősítés területén fontos szerepet vállalhat. Nálunk a könyvtárban évek óta gyűjtjük azokat a dokumentumokat, amelyek elsősorban a Székelyföldre, Hargita megyére, saját településeinkre vonatkoznak. Ezeket gyűjtjük és feldolgozzuk, hogy szolgáltathassuk azokat az információkat, amelyek a közösségünket érdeklik. És tapasztaljuk azt is nap mint nap, hogy az embereket érdekli a saját közösségük, saját településük, múltja, jelene, problémái, és igyekszünk ezeket az igényeket folyamatosan kielégíteni. Ugyanakkor elébe is megyünk ezeknek az igényeknek, ezért is indítottuk el az idén a Honismereti Esték találkozóinak nevezett rendezvénysorozatunkat. Ezek olyan találkozók, ahová általában helyi szerzőket, illetve itteni kutatókat hívunk meg, akiknek most jelentek meg frissen publikációik, kiadványaik. Tehát az a célunk, hogy ezeket a friss kutatási eredményeket, amelyek a mi régiónkra, a Székelyföldre, településeinkre vonatkoznak, megismerhesse a tágabb közösség, és azt tapasztaljuk, hogy ezekre a rendezvényeinkre is nagyon sokan eljönnek, van érdeklődés irántuk, tehát úgy gondoljuk, hogy ezzel is hozzájárul a könyvtár a regionális önismeret erősítéséhez. Ez egy folyamatos tevékenységünk, amire figyelmet fordítunk a könyvtárban. És hát a 21. század ugye az az internet világa. Ebben a könyvtár hogy tud megjelenni? Valóban így van. Nagyon sokat változtak a könyvtár használói szokások elsősorban az utóbbi évtizedben. Tehát ma már semmiképp sem csak azokat tekintjük könyvtárhasználóknak, akik bejönnek a könyvtárba nap mint nap, vagy bejönnek fizikailag is ott vannak, hanem könyvtárhasználónak számít az is, aki távolról használja a könyvtár szolgáltatásait. Tehát a távoli felhasználókra is figyelmet fordítunk. Ennek egy nagyon jó eszköze a könyvtári honlap, illetve a fiatalok körében nagyon népszerű a Facebook. A könyvtárnak is van Facebook oldal, ahol rendszeresen népszerűsítjük a tevékenységeinket, programjainkat, és nagyon szeretném azt elmondani, hogy megújult a könyvtári honlapunk. Az intézményünk arculata is megújult ugye a múlt évben az új épületben, és ezzel párhuzamosan sikerült megújítani a honlapunkat is. A megyei tanács támogatásának köszönhetően folyamatosan igyekeztünk konzultálni az új vonzóarculat kialakításában, a honlapunk új arculatának kialakításában a megyei tanács munkatársaival, és úgy látjuk, hogy
sikeresen, honlapunkat egyre többen keresik fel, és igyekszünk frissíteni új tartalmakkal, tehát akik a honlapunkat távolról használják, tájékozódhatnak a rendezvényeinkről, friss híreinkről, és természetesen a könyvtár szolgáltatásairól, legfontosabb szolgáltatásairól, és nagyon fontos, hogy online katalógusunkat is elérik a honlapunkon a távoli felhasználók, tehát tudnak tájékozódni a könyvtári állományról, és akkor például ez alapján is bejönnek a könyvtárba, amiután már a honlapon tájékozódtak. Tehát nagyon fontos ez is, hogy minél tágabb közösséget érjünk el. Befejezésként, igazgatónő, az ön sok éves tapasztalata alapján van jövője a könyvnek? Határozottan igennel válaszolhatok erre. Röviden és tömören. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez volt a mai aktuális. Adásainkat megnézhetik a hargitatv.ro weboldalon is. Írjanak nekünk e-mailt az info@hargitatv.ro címre. Viszontlátásra a jövő héten.